Jó estét kívánok, ez tehát a kínálat és két ügyvéddel kezdünk, Nehéz Pozsonykat Evel és Bárándi Gergelyel. Jó estét kívánok! Jó estét Hát kívánok! Bús Balázs Óbuda Békésmegye polgármestere nem túl gyakran kerül be a sajtóba, de ma bekerült. Ha röviden kell összefoglalni a történteket, akkor az történt, hogy a 24.hu írt egy cikket, nemrég mi is beszéltünk róla, hogy hány önkormányzati lakás áll Budapesten üresen, és hát a harmadik kerület adatait is megnézték, kikérték, ott kiderült, hogy 184 lakás áll üresen. Bús Balázs viszont nehezményezte azt, hogy nem említette meg a cikk írója azt, hogy mondjuk többnek a bérbeadása folyamatban van, és van néhány lakás, ami az állapota miatt nem kiadó. Na de itt nem állt meg az ügy mondjuk egy olvasói levélnél, vagy akár egy helyreigazításnál, mert hogy Bús Balázs szerint ez a történet ennél többről szól, az infotörvény közérdekű adatigénylésekre vonatkozó szabálynak módosítását kezdeményezte, és a Fideszes, a KDNP, sőt a jobbikos képviselőtestületi tagok is ezt megszavazták, aminek a lényeg az az, hogy innentől kezdve egy újságíró kér közérdekű adatot, akkor a célját konkrétan meg kell határozni, hogy ezt mire kéri, másrészt teljes egészében közét kell tenni, amit kapott. Próbáljuk ezt elmagyarázni a nézőknek érthető, hogy ez miért probléma, gyakorlatilag az újságíró kezéből, ha én jól értem, ha ezzel egyetértenek, kiveszik a szerkesztés jogát, azt, hogy mondjuk értelmezze a kapott adatokat, és hát nem kell mindig megmondani, hogy konkrétan miért kérjük az adatot. Ez a legfőbb probléma? Ez a legfőbb probléma. Olyannyira ez a legfőbb probléma, hogy az infotörvény, illetve az alapjog, alaptörvény is arra az alapelvre helyezkedik, hogy a közérdekű adatok nyilvánosak, és nyilvánosan terjeszthetőek szabadon, bárki számára, nem csak az újságírók számára, hanem bárki számára. És ennek az alapjognak az egyik lényegi eleme, hogy nincs célhoz kötöttség. Tehát értelmezhetetlen a közérdekű adatok vonatkozásában a célhoz kötöttség. Bús Balázs szerintem, illetve a harmadik kerületi önkormányzat szerintem összekeverte a személyes adatoknak a célhoz kötött kezelésével ezt a jogot, de ez nem összekeverhető, ez két külön dolog. A célhoz kötöttség egy közérdekű adatnál nem értelmezhető. Mi közérdekű adat? Mondjunk egy példát, és mi a személyes adat, és hogy ez a politikában keveredhet-e? Sőt, mi több, van egy harmadik is, ez a személyes adat, de közérdekből nyilvános. És ez egyébként van jelentősége, mert valahol ez köti át a kettőt. Mondjuk egy tipikus közérdekű adat az az, hogy az önkormányzatnak milyen a gazdálkodásuk, egy tendert, amikor kiírt, akkor szabályosan zajlott le, nem, kik voltak a pályázók, stb. Ez például egy közérdekű adat. Mondjuk egy személyes adat, ami közérdekből nyilvános, mondjuk egy országgyűlési képviselőnek a vagyonnyilatkozata például, vagy egy beosztás, vagy egy beosztáshoz kapcsolódó fizetés. És vannak személyes adatok, amihez valóban a köznek nincs köze, és annak a védelme az rendkívül fontos. Korlátozhatóság szempontjából, én azt gondolom, az alaptörvény valóban nagyon egyértelműen fogalmaz, közérdekű adatok felhasználása, terjesztése, megismerése az nem korlátozható. Egész egyszerűen azért nem, és itt szeretném talán egy mondattal magyarázni, hogy ez miért fontos, mert hogyha a hatalomnak az átláthatóságát szeretnénk megteremteni, a közszférának az átláthatóságát, az államapparátus működésének az átláthatóságát, egy ország gazdálkodásának az átláthatóságát, ahhoz az kell, hogy ezeket az adatokat meg tudják ismerni az emberek, és adott esetben valóban hát az újságírók fel tudják dolgozni. Ahol kicsi korlátozás talán bevezethető, az a személyes adatok, amik közérdekből nyilvánosak, ott lehet egyáltalán elgondolkodni ahhozon, hogy valamiféle felhasználhatósági korlátozást be lehessen vezetni. Mi a megérzésük, átmehet ez a módosítás? Mert ugye ezt érdemes egy folyamatban látnunk, hogy mi történt a közérdekű adatigénylésekkel az elmúlt évben, hogy józan ész szerint is közérdekű adatokra, mondjuk a TAO-ra vonatkozó kérdésekre bíróságért kellett menni, vagy mondjuk azt, hogy fizetni kell közérdekű adatokért. Tehát, hogy azért ez egy folyamat? Én azt gondolom, hogy normális államban, normális jogállamban nem mehetne át egy ilyen módosítás. Magyarország az már sok tekintetben nem minősül normális jogállamnak, de ugyanakkor azt szeretném egyértelművé tenni, hogy ugye a Bús Balázzsal, illetve az önkormányzattal való vita arról szól, hogy ők egyszerre kötnék a célhoz kötöttséghez, egyszerre ahhoz, hogy teljes terjedelmében legyen kötelező közzétenni a közérdekű adatokat. Uh-huh. Na most ez utóbbi szerintem ellentmond az előbbinek is, tehát logikailag nem igazán jön össze ez a két dolog, de ami a másik fontos szempont, hogy
én abszolút híve lennék annak, hogy oké, akkor minden közérdekű adatot teljes terjedelmében tegyük közzé egy link formájában, vagy egy szerveren, vagy valami. Ezt egyébként az önkormányzat meg is tehetné magától is, tehát egy 24.20 cikkre nem kellene úgy reagálnia, hogy akkor egy törvényt módosítsunk, hanem tegye közzé az adatokat és kész. Ezt nem tiltja most semmi neki. Viszont ugye ez ne korlátozza egyúttal az újságíróknak, vagy bárkinek azt a jogát, hogy a adott közérdekű adatokból ő szemezgessen, ő azt értelmezni tudja, fontossági sorrendet állítson föl, szabadon értelmezze, mert ez a véleménynyilvánítási szabadsággal is összefügg. Vissza lehet élni a közérdekű adatigénylésre? Mert ugye volt ez a visszaélésszerű közérdekű adatigénylés szófordulata nemrég, vagy hát régebben egy esemény kapcsán a kormánynak. Van ilyen? Létezik ilyen? Visszaélni mindennel vissza lehet természetesen, ezzel is, mint minden mással is. De nyilvánvalóan, amikor egy jogszabályt megalkot a jogalkotó, akkor nem a visszaélésre gondol. A visszaéléseket kezelni kell jogalkalmazói szinten. Meg kell, de egyébként nagyon helyesen utalt arra, hogy azért ennek egy múltja van, hogy jutottunk el ideáig. Nagyon érdekes módon az alaptörvény és az annak kapcsán megalkotott infotörvény inkább, mint a szélesítette volna egyébként a közérdekű adatok megismerhetőségének a lehetőségét. Majd amikor, és talán itt volt a fordulata a hozzáállásban, ugye voltak a, talán még hozzá még picit közel is áll a híres Matolcsis adatkikérések, szóval akkor kezdték el megpróbálni korlátozni a közérdekű adatigénylést. Először, hogyha túl sokat kért valaki, akkor azt hozzákötötték ahhoz, hogy akkor fizetni kell érte sok pénzt. Ez elterjedt a közéletben. És hát nyilván, hogyha egy hatalom ellenőrzésének mivel hogy egyébként a fékek és ellensúlyok rendszere már oly mértékben meggyengült, hogy az államapparátus maga sokkal nehezebben ellenőrzi a hatalmat, akkor felértékelődik a közérdekű adatigénylés és a közérdekű adatok leközlésének az igénye, a jelentősége. Ez az, amit most megpróbálnak korlátozni, és egy dolog, amit még ezzel kapcsolatban érdemes megemlíteni, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy hova fog ez a folyamat kifutni, hiszen a közérdekű adatok kiadását végső soron ugye a bíróság dönti el, tehát ő kötelezi végső soron az állami szervet. És nem tudom, tudja-e, hogy hol lesz ez a hatáskör majd jogerősen. A közigazgatási bíróságon. Hát akkor... Tehát, hogy mondjam, a kör azért itt kezd bezárulni, és nagyon kíváncsi leszek, hogy fog ez működni. De hát akkor nem kell annyira félteni itt az infotörvényt, meg a közérdekű adatokat, ha úgyis az a bíróság fog dönteni. Zárójában, bocsánat, hogy még egy mondattal visszaveszett, és még azt is megtették, hogy, és ez jellemző egyébként a hozzáállás elkörben, hogy sarkalatos, ez az kétharmados törvényben azt szabályozták, hogy az adatvédelmi hatóságnak milyen legyen az összetétele azokra, milyen szabály vonatkozzon, és sima feles törvény, aminek egyébként kétharmadosnak kéne lenni, és régen is az volt, maga az infotörvény. Tehát könnyebben módosítható. Jelenleg a kétharmados, hogy mondjam, többségben ennek nincsen jelentősége, na de a hozzáállást azért ez megfelelőképpen mutatja. Én csak két dolgot szeretnék hozzátenni, hogy itt nagyon fontos az, hogy ebben a módosítási javaslatban van egy ilyen, tényleg egy ilyen logikai csavar, hogy látszólag a nyilvánosság pártján áll, mert ugye azt mondja, hogy teljes terjedelmében tegyék közzé az információkat, amiről egyfelől ugye már említettem, hogy alapvetően nem lenne vele baj, de másfelől azt látjuk, hogy az állami szférának a gyakorlata éppen az, hogy nem tesz közzé semmit, és minden egyes alkalommal pereskedni kell ez ügyben. Tehát, hogy ugye ezt azért helyre kéne tenni. A másik dolog, hogy a célhoz kötöttség, az meg azért nagyon problémás, mert akkor az adott adatkezelő dönti el egyesével, hogy milyen célra adja ki az adatokat, és milyen célra nem. És akkor az meg ugye hát egy eléggé széles döntési jogkört engedne az adatkezelők kezébe, tehát azt azért nem lehet. Még egy kérdést érdemes föltenni, hogy ugye miért született az a jogszabály, hogy a közérdekű adatigénylésnél, hogy lehessen pénzt kérni érte? Mert hogy oly mértékben nagy anyagokat kértek ki, aminek a fénymásolása borzasztó nagy terhet ró mondjuk a közigazgatási szerv dolgozóira, és ez rengetegbe kerül. És meg szeretném megkérdezni, 21. században amikor, ez az egyik oldala. Tehát, hogy... De mit kéne, azt kéne tenni, hogy egy cikkben mondjuk a 25 ezer oldalas közérdekű adatigénylés teljes terjedelmébe közzé tenni? Tehát ez nyilvánvalóan életszerűtlen és buta elképzelés. Ha meg kivonatolok belőle, akkor természetszerűen ugyanúgy szubjektívé válik, mint ahogy most. Az adat
kezelésre jogosult szervnek pedig mindenkor lehetősége van arra, hogy egyébként saját maga megjelenítse ezt az adatot. Tehát a visszakereshetőséget ő maga tudja biztosítani, ha szeretné, de azt egy cikktől elvárni, hogy 25 ezer oldalt közöljön, hát valószínűleg nem sokan olvasnák végig. Ez biztos. Tehát, hogy ezt tudjuk, igen, az írott sajtóban, hogy már a 8000 karakter is ott megszámít. Itt az adás előtt beszélgettünk arról, hogy gyakorlatilag hetente mondjuk azt jogállamisággal kapcsolatban, hogy határátlépések történnek, és ez tényleg nem fordult meg velem előítőt. Szerdán velünk szemben Varjú László, és megkérdeztem tőle, hogy ő harapott, vagy nem harapott a köztévében. Ilyet sem szoktam gyakran kérdezni politikusoktól, de most a viccet félretéve, ugye a TASZ által kirendelt védője, vagy jogi képviselője Szél Bernadettnek, Varjú Lászlónak és Hadházi Ákosnak, mi az, amiben nagyon szembetűnő, hogy határátlépés történik mondjuk az ügyészség munkájával kapcsolatban? Hát elsősorban az abban, hogy gyakorlatilag egyáltalán nem vették valós információnak azokat az információkat, amelyeket maguk a bejelentők tettek, amelyek folyamatosan ugye nyilvánosság előtt zajlottak és láthatóak, hallhatóak voltak, amelyekben egyértelműen felmerült bűncselekmények, akár több bűncselekménynek a gyanúja, és hát egy olyan határátlépés történt itt, hogy jogilag, tehát hogy büntető eljárásban még a legkisebb lopás vagy garázdaság kocsmai verekedésnél is sokkal komolyabb nyomozást folytat a rendőrség, nyomozóhatóság, hogy pontosan mi történt. Mindenkit megkérdeznek, meghallgatnak többször, szembesítik az ellentétes véleményeket, megfogalmazókat, adatot gyűjtenek be, kamerafelvételeket, stb. Na most itt gyakorlatilag semmi nem történt, itt az ügyészség elfogadta egy az egyben az MTVA által közölt információkat, jegyzőkönyveket, és az alapján állapította meg, hogy hát itt nem történt bűncselekmény, legalábbis a képviselők sérelmére. Na most. Azt mondhatják, hogy de hát a félvilág látta élőben a Facebook live-okon keresztül, hogy mi történt. Mondhatják, és hogyha most éppen bejátszott képeket valaki megnézi, akkor én azt gondolom, hogy teljesen egyértelmű, hogy itt hivatalos személy elleni erőszak történt. Hogyha valaki hogy egy másik Facebook live-ot néztem. Nem tudom, de ha valaki ezekhez a képekhez hozzáolvassa a Polt Péter legfőbb ügyész által szerkesztett BTK büntető törvénykönyvi kommentárt, tehát amit ő jegyez, akkor abból egyértelműen azt a következtetést vonhatja le, hogy ez hivatalos személy elleni erőszak. Itt már szó nincs jogos védelmi helyzetről. Megjegyzem, hogy harapás vagy bármi ellen állás történik egy ilyen helyzetben egy képviselő részéről, ha valami, akkor a jogos védelem körében értelmezhető, és sehogy másként. Tehát ez az eljárás, amit most az ügyészség nem folytat le, ez körülbelül abba a sorba illeszthető, amit mi annak idején még volt képviselőkoromban csináltunk, hogy felsoroltuk a legfőbb ügyész beszámolójánál órákon keresztül azokat az ügyeket, ahol egyébként a hatalomnak kedves ügyekben nem indítanak eljárást, és azokat az ügyeket, ahol a hatalom ellenségeivel szemben viszont kreált vagy koncepciós eljárást indítanak. Ez a két eljárás szépen ebbe a két sorba beleillik. Egy az egyben. Nem folytattak lenyomozást, és a hazugságok vannak az iratokban, az két külön dolog. A második is igaz? Tehát, hogy konkrét hazugságokat is lehetett olvasni? Mind a kettő igaz. A hazugságok az ugye a MTVA részéről benyújtott iratokban lelhetőek fel, de még egy picit visszatérnék erre a harapás momentumra, mert ugye itt az egyik sértett, az egyik biztonsági őr állította, hogy őt megharapták. Ennek nem a harapásnak van jelentősége, hanem annak, hogy ezt nem akarta kideríteni a nyomozóhatóság. Nincs olyan büntető eljárás Magyarországon, ahol ezt szó nélkül hagyná bármelyik nyomozó. Tehát ez már hogy ki harapta meg? Hogy ki harapta meg? Mikor? Nem volt egy ilyen kérdés, hogy ki volt? Nem, mert nem hallgattak meg senkit. Megelégedett a nyomozóhatóság azzal, hogy az MTVA leírt egy jegyzőkönyvet, szerinte, hogy mi történt. Eléggé furcsa mondatok vannak már abban is, ugye például ott megemlítik, hogy azért nem fejezték be Varjú Lászlóval szemben az intézkedést, mert féltették a képviselő úr testi épségét. Ami hát azért a felvételeket látva eléggé furcsa megállapítás. Ráadásul itt visszatérnék arra, hogy képviselő úrnak titulálták végig az eljárás alatt őket, és egyébként ez a felvételekből is kiderül, és mégis azt kérdőjelezi meg az ügyészség, hogy ők képviselői minőségükben voltak-e ott. És ez az egyik lényegi pontja ennek a dolognak. Lejár az időnk mindjárt, de azt szeretném még arra kitérnénk, hogy ugye viszont a testi sértés, a személyes adattal való visszaélés, a közérdekű üzem megzavarása kapcsán fordult a kocka, és az ügyészség
nyomoz a képviselők ellen, aminek akár legvégső esetben börtön is lehet a vége, nem? A büntetési tételek alapján. Az alapján igen, közérdekű üzem megzavarása egy szóba nem jön. A közérdekű üzem megzavarása ugye az, hogy a működését kell, hogy megzavarja méghozzá súlyos módon, nem csak úgy egy kicsit, hanem súlyos módon, ez nem azt jelenti, hogy a Jolikának, aki ott a titkárnő, az ő munkáját zavarja meg. Tehát a kettő borzasztó nagy különbség. A testi sértést nem tudom, mire alapozzák, hogyha arra alapozzák, hogy egyébként a védekezés mondjuk közben ő kifejtett egy ilyen cselekményt, még egyszer mondom, az a jogos védelem körében értelmezhető. Az, amiről a kolléganőm beszélt, azok az eljárási problémák. Itt nagyon súlyos tartalmi, úgynevezett anyagi jogi problémák is vannak, tehát sem anyagi jogi alapja nincsen annak, hogy eljárást indítsanak itt a képviselők ellen, láthatóan egyébként már csak a felvételek alapján sem. Eljárás jogi részét pedig én nem látom, de készséggel elhiszem, amit a kolléganőm mondta, hiszen ő volt benne az eljárásban. Lesz belőle gyanúsítás? Ezt e pillanatban még nem tudjuk, ugye hivatalosan csak annyit tudunk, hogy a két szálon fut ez az eljárás, ugye az egyik, amit gyakorlatilag feljelentés elutasításával megszüntettek, ezt megpanaszoltuk, tehát a legfőbb ügyesség fog majd dönteni ebben, hogy mégis kell-e nyomozás vagy sem. A másik, az viszont együtt kezeli ezeket a személyes adattal visszaélés, a közérdekű üzem megzavarása és a testi sértéssel kapcsolatos panaszokat, illetve feljelentéseket, és abban folyik a nyomozás, de még ugye gyanúsításig nem jutott el a dolog, tehát hivatalosan még sem mentelmi jogfelfüggesztése, sem gyanúsítás közlése nem történt. Én azért nagy tisztelettel azt javasolnám itt a stúdióban is, bár gondolom nem kell, hogy egy pótmagánvádat azért érdemes megfontolni akkor, hogyha az ügyészség netán. Hogy szokták mondani a kollégák? Abban a nem várt esetben, ha elutasítják ezt a nyomozást. Megfordult a itt a túlig mi lehet, hogyha mégis legeslegvégén bűnösnek találják őket? Ezt azért értelmetlen találgatni, mert egyáltalán azt is tudni kell, hogy hány rendbeli, ki ellen, milyen bűncselekmény. Ugye, ugye ezért is hiányossága például ennek a nyomozásnak. Az sem mindegy, hogy melyik képviselőről beszélünk. Mert ugye, hogyha közérdekű üzem megzavar, tehát minden büntető eljárás bűncselekményt egyedileg kell elbírálni. Az ügyészség unblock veszi, hogy a képviselők ezt csinálták. Hát ilyen nincs. Dehogy nincs. Volt a kollektív felelősség, csak nem, hát elvileg nem túl kedvelt már nem. Korokban. Na, igen. Akkor visszatérünk, ha már többet tudunk. Köszönöm szépen. Köszönjük mi is.